Valójában közel sem ilyen a hangja ennek a rollernek, hiszen elektromos. Először próbáltam ki, és meg kell mondanom, hogy tetszett. Közben Viviennel találkoztam, aki jártasabb a témában. Szia! Szia! Na, nézzük meg, mik ezek az elektromos rollerek. Megérkeztünk az elektromos rollerekkel. Vivi, te mióta használod ezeket az eszközöket? Én már múlt héttől kezdődően elkezdtem őket használni. Nagyon praktikus eszközök, és egy jó alternatívát nyújtanak az autó helyett. Szerintem óriási meglepetés, hogy rengeteg fiatalt látunk közlekedni nap mint nap az utcákon. Jó magam is hetente többször is rollerrel megyek munkába és onnan majd haza. Eléggé biztonságosan lehet velük közlekedni, annak ellenére is, hogy nincs erre kifejezetten erre tervezett közlekedési infrastruktúra, de ugyancsak ahogy biciklivel, úgy a rollerekkel is lehet közlekedni. A csúcsforgalomban az elektromos rollernek az az előnye, hogy sokkal gyorsabban el lehet jutni A-ból B-be, hiszen akárcsak biciklivel, az autósor mellett lehet vele közlekedni. Ezért szerintem egy 5 perces távra, egy 1 kilométeres vagy pár kilométeres távra nagyon megfelelő, hiszen a taxi amennyi idő alatt kijönne, azzal már a rollerrel ott is lehetünk. Nagyon vagány érzés az, hogy szabadon száguldozol 20-szal, két keréken állva. Nem szabad a járdán közlekedni vele, mivel a gyalogosok veszélyeztetve lehetnek azáltal, hogy mi a járdán száguldozunk. Ez a száguldozás nem is jó kifejezés, mert igazából 25-ig vannak lelimitálva a lime rollerek, annál több sebessége vagy magasabb sebessége nem is mehetnek. És ami még hasznos az, hogy jól nézzenek körül, figyeljenek oda az autósokra, és ezt fordítva is, hogy az autósok figyeljenek a rolleresekre, és akkor szerintem biztonságban utazhatnak.